Lassan végéhez közeledik a Kárpátaljai Magyar Drámai Színház nemzetközi fesztiválja, amit a társulat fennállásának 30. évfordulójára szerveztek Beregszászon. Vasárnap Fedák Sárjúról emlékeztek meg a társulat tagjai. Ez a leány a nagy mindennek remekbe termett kicsi mások. A hódító tüzes pogányvér gyönyörű és szent lázadása. Adi Endre Fedák Sáriról írt versét Orosz Ibolya mondta el, majd közösen koszorúzták meg a művésznő 2018-ban felavatott szobrát. Fontos, hogy tisztelettel emlékezzünk azokra a földieinkre, akik messzire vitték vidékünk hírnevét, hangsúlyozta Sin József, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség Beregszászi járási szervezetének elnöke. Túl a Tiszán van egy város, Beregszász, és ezt a várost nagyon sokan ismerik ma is, a határon túli magyarság körében. És hát minden városnak megvannak a híres szülöttei, nevezetes személyiségei. Hát az egyik ilyen Beregszásznak Fedák Sári. És azt a verset, amit Adi Endre írt róla, mint a legtökéletesebbről, legszebbről ír, hát ezt el is kell, hogy higgyük. És ha megnézzük a korabeli sajtót, akkor valóban felsőfokon írtak róla az akkori kritikusok, és hát nagyon szerette a közönség, és különösen lehet ezt szerezni azért, mert nagyon sokszor eljött a szeretet Beregszászába. Tehát úgy gondolom, hogy egy város, amelyik meg akarja tartani a régi patináját, annak szükség van az ilyen nevezetes személyiségre, és akiknek az emlékét megőrizzük, és a fiatalok előtt példaképként tudjuk állítani. A megemlékezést követően Pregice Fruzsina, Jászai Mari díjas érdemes művész Így jöttem című önálló estjét tekintették meg az érdeklődők a színpadon. A művésznő ezen munkája több mint 30 éve van porondon, a történetszálak között pedig a nők élethelyzeteibe nyerhetnek betekintést a nézők. Mancsell Éva gondolatával kezdem, hogy asszonytól kérdezik, hogy mi az élet értelme. És tulajdonképpen női szempontból szeretném körüljárni, hogy mi foglalkoztat egy nőt? A hazája, a magyarsága, a hite, gyereke. Tehát tulajdonképpen női szempontból próbáltam összeállítani, sok barátom segített ebben, népzenészek, akik segítettek a népdalokat összeválogatni. És hát a Jóisten. A Fedák Sári nap keretei között adták át a művésznő tiszteletére 2021-ben alapított díjat is, amelyet olyan kárpát-medencei színészek kaphatnak meg, akik hűen ápolják Fedák Sári hagyatékát. Évek óta nagyon fontos számunkra az, hogy Fedák Sári nevét visszahozzuk a köztudatba, hát és kinek lenne ez a feladata, hanem a Beregszászi Színháznak. Szűcs Nelli művésznőtől ered a kezdeményezés, ő az, aki szoboravatásra, előadások létrehozására buzdított mindenkit maga körül, így született meg a Fedák Sári Színművészeti Díj létrehozásának az ötlete. 2021. októberében hoztuk létre a díjat. Az volt azzal a célunk, hogy Fedák Sári szellemiségét, azt a hagyatékot, amelyet ő ránk hagyott, a szorgalmat, az odaadást, a színház iránti elköteleződést, a nemzetünk iránti elköteleződést tudjuk hirdetni a világban. Éppen ezért olyan művészeknek is adományozzuk, akik a munkásságukkal ezeket az értékeket őrzik és mentik tovább. A díjat háromtagú bizottság ítéli oda, vagy dönt arról, hogy kik kaphatják a díjat. Közöttük van az már említett Szűcs Nelli mellett Szabó K. István, Jászai Mari díjas rendező, illetve harmadikként én veszek részt ebben a munkában. Az első alkalommal Bogdán Zsolt András kolozsvári színész, illetve Vas Magdolna beregszászi színésznő vehette át a kitüntetést. Én úgy gondolom, hogy ezzel a rendezvénnyel, ezzel a díjalapítással a teljes magyar színházi szakma figyelmét rá tudjuk irányítani arra, hogy ebben a régióban érdemi színházi kultúra van, érdemi színházi munka zajlik. Ezúttal 2022-es kitüntetetnek adtuk át a díjat, hiszen a háború kitörése miatt sajnos rögtön a második évben megszakadt ez a lánc, de úgy döntöttünk, hogy nem hagyjuk magunkat, és ami késik nem múlik, vagy hát mondhatom azt is, hogy jobb később, mint soha,
mégiscsak megtartottuk a 2022-es díjátadót. A nyíregyházi Móri Zsigmond Színház művésznője Pregicer Fruzsina, aki átvehette a kitüntetést, hiszen az ő szellemisége, az ő tevékenysége arról tanúskodik, hogy összhangban van Fedáksári gondolataival, mindazzal, amit ő képviselt, és úgy érezzük, hogy ezzel a díjjal egy képzeletbeli, mondhatom úgy, egekben összekötött láncot tudunk alkotni mi itt, magyarok a Kárpát-medencében. Nem más, mint a nyíregyházi Móri Zsigmond Színház művésznője, Jászai Mari díjas, érdemes művésznő, Pregicer Fruzsina. Pregicer Fruzsina 1982-ben végzett a Színház és Filmművészeti Főiskolán. 1990 óta a nyíregyházi Móri Zsigmond Színház tagja, viszont teljes eddigi pályája alatt hangsúlyt fektetett arra, hogy minél több külhoni területen tudjon irodalmi élményt nyújtani a nagy érdeműnek. Minden kitüntetésnél úgy érzem, egyébként is sokszor érzem azt, hogy ja Istenem, nehogy kiderüljön, hogy nekem ez alig megy, vagy nem, szóval minden színésznél, illetve nagyon sok kollégámnál érzem a kételyt, meg a bizonytalanságot. Aztán a közönség szeretete, és aztán az ilyen kitüntetések időközben megerősítenek, aztán kezdem előről az egészet, a kételyt, meg a bizonytalanságot. De hát ilyen ez. Aztán 40 éve járok a határon túli magyarsághoz, és nagyon nagy az anyaországi művész felelőssége, ha elmegy, és el kell menni, és ezt tulajdonképpen ezt üzenem ezzel a díjjal kollégáimnak, hogy ne tétovázzanak, ne féljenek, jöjjenek, és olyat kapnak a közönségtől, az itteniektől, ami semmihez sem hasonlítható. És ez a mi dolgunk művészeknek, hogy menjünk és vigyük azt, amink van, mert nagyon sokat teszünk ezzel az embereknek. A Fedáksári díj 20 cm magas, travertinum mészkő tartókereten álló bronzszobrocska, a kárpátaljai származású Kolotkó Mihály alkotása. A művésznő huszárruhás alakját ábrázolja a legendás János Vitéz című előadásból. A szobrászművész az alak megformálása közben a színház előtti alázat és odaadás kifejezésére törekedett, amely tulajdonságok áthatották Fedáksári életét és munkásságát. A díjat Szűcs Nelli kezdeményezésére alapították, aki egyéb színházi elfoglaltságai miatt nem tudott részt venni az átadón, ezért videó üzenetben köszöntötte a nézőket és természetesen a díjazottat. Nehéz időket élünk, nagy sötétség lesz minket körül, de azt gondolom, hogy minden sötétben ott pislákol egy kicsike fény, amely derült és a reményt hoz életünkbe. A napokban a Beregszászi Színház fénye győzi le a sötétséget, a 30 éves lángja. Mondhatnánk, hogy fiatal láng gyerekcipőben jár. Hát azt kívánom, hogy érje meg az akkort, váljon nagy-nagy tűzzé, ahol és amely mellett melegednének az emberek. Szeretném, ha úgy gondolnátok a színházra, mint egyfajta menedékre, egy bárkára, a szeretet szigetére, ahová ha csak pillanatokra, vagy néhány órára, de el tudjatok bújni az élet adta nehézségek elől. És azt kívánom, hogy ugyanitt együtt tudjunk örülni az életnek is, az Isten által teremtett szép világnak. Kollégáimnak, és persze jó magamnak, azt kívánom, hogy még sokszor tudjunk nektek örömet okozni itt a színházban. És a színház varázsa által szebbé és egy kicsit jobbá tegyük a világot. Tavaly nem tudtuk átadni a Fedáksári díjat, de így most, mert ami késik, az nem múlik, még nagyobb szeretettel szeretnék gratulálni kollégámnak Nyíregyházáról, Jászai Mari díjas, érdemes művésznek, Pregicer Fruzsinának. Drága Fruzsina, Isten éltesse sokáig. Azt kívánom, hogy légy szeretve, megbecsülve, és hogy még sok-sok szép dolog váljon téged életutadon. Isten áldjon benneteket, Isten áldja a Kárpátalját, a magyarokat és az egész világot.
A Kárpátaljai Magyar Drámai Színház Nemzetközi Színházi Fesztiválja zárónapján a Mariupoli Társulat által színpadra állított Boccaccio Decameron című darabját tekinthetik meg az érdeklődők.